Ebben az új irodában várja mostantól ügyfeleit a Generali Nyúlon. A megnyitón elhangzott, a biztosító társaság mindent megtesz azért, hogy ügyfelei számára az első választás lehessen az ország egész területén. A Generali jelenleg több mint 3100 településen biztosítja ügyfeleit. Ma már 215 településen vagyunk jelen ilyen és ehhez hasonló képviseleti irodákkal, aminek természetesen az a célja, hogy az ügyfeleinknek ne kelljen nagyon sokat utazni, ne kelljen az internet mögé vagy csak a call centeren ügyeket intézni, hanem lehetőségek legyen személyesen ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. A társaság több mint 1100 lakást, 1200 autót biztosít a községben és környékén. Életbiztosításból mintegy 800-at kötöttek az ügyfelek. Az új iroda vezetésével Csidei Csillát bízták meg, aki 2007 óta 150 család biztonságáról gondoskodik. Generáli biztosító úgy gondolta, hogy ha ezt a képviseletet megnyitja, akkor mindenféleképpen kényelmesebb lesz az ügyfeleknek, házhoz hoztuk a szolgáltatást. Ebben az irodában mindenféle biztosítást lehet kötni, tehát nem csak vagyon, személybiztosítást, illetve a vállalkozókat is ki tudjuk szolgálni. Nyúl polgármestere úgy látja, a képviselet megnyitása rangot ad a településnek. Elvileg ez egy elismerése egyrészt a település nagyságának, gazdasági és infrastruktúrális hátterének, hogy Nyúlközségben van egy olyan réteg, gondolva itt mind a magánszemélyekre, mind a vállalkozásokra, amely már kell alapot ad ahhoz, hogy úgy gondolja a Generali, hogy itt Nyúlközségben is hosszú távon fenntartható egy kirendeltségnek a megnyitása. A biztosító társaság az elmúlt időszakban több nagyobb összegű kártérítést is fizetett a községben és környékén. Egy tűzesetből eredő kárért például több mint 20 millió forint ítélt oda a cég.